Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy évadzáró gála műsorral búcsúztatták a tanévet a Makai Általános Iskola Balett és Modern Tánc tanszakán tanuló diákok. A Hagymaházban megtartott bemutató célja, hogy a diákok megmutassák szüleiknek, ismerőseiknek, hogy mennyit fejlődtek tavaly óta. A nézők közel 90 gyerek produkcióját láthatták. Én úgy gondolom, hogy egy művészeti iskolának nem csak arra kell megtanítani a gyereket, hogy hogy fogja a hangszert, hogy használja a kezét, a lábát a tánchoz, vagy a képzőművészetnél, hanem magát a produktumot is elő kell tudni adni egyszer. Másodszor pedig megpróbálunk olyan közönséget nevelni, aki azért erre is egy fogékony, tehát erre a műfajra is, mert azért Makón nemigen van mondjuk balettgála. A táncnak, mint műfajnak, ugye a néptánc, a társastánc, a modern tánc és a balett, ami a műfaja. A balett, ami a klasszikus műfajt képviseli, a modern tánc az inkább a Juronics Tamás nevével fémjelzett kortárs baletthoz kapcsolódik, tehát valamilyen ilyen alapokra helyezi a gyerekeket. A társastánc egyértelmű, a néptánc szintén, tehát megpróbáljuk a legszélesebb skáláját mutatni annak a mozgás műfajnak, ami szerintem nem csak az, hogy táncolni tudnak majd, hanem egy bizonyos viselkedés és mozgáskultúrát ad a gyerekeknek.